kedves megjelentek, Iszabó Emlőnek az új művészet folyamatát vezető szerkesztője, és amikor szerkesztő társammal Pataki Gábor művészettörténésszel néhány hónappal ezelőtt átvettük az új művészet vezetését, akkor egyrészt arra törekedtünk, hogy a lap régi értékeit megőrizve új értékekkel gazdagítsuk, frissebbek legyünk, mint amilyenek eddig voltunk, jobban válasszuk ki a témáinkat koncentráltabban, és a másik fontos elképzelésünk volt, hogy olyan csomópontokat ragadjunk meg, akár a kortárs művészetben, akár a művészet történetét illetően, amelyekkel keresztül kicsit mélyebben, összefüggésekben tudjuk megmutatni a magyar művészeti élet, vagy a művészeti folyamatok fontos jelenségeit. Így kezdtünk el tematikus számokat készíteni, már egyébként tavaly ősszel, egy hódmezővásárhelyi számmal indult, majd a Kassa Kulturális Főváros év kapcsán egy ilyen kassai összeállítással folytatódott. Az idén is készültek már ilyen számok, kisebbek, például volt egy holokauszt számunk tavasszal, azután egy olasz, majd egy párizsi magyar szám júliusban, és így érkeztünk el augusztus-szeptemberhez, amikor is két komolyabb vállalkozást vihettünk végbe, egy első világháború és a művészet folyamatában című tematikus összeállítás, amelynél sikerült olyan támogatást szereznünk, hogy 30 oldallal meg is növelhettük a lap terjedelmét, és a szeptemberi számban pedig egy egyetemi főiskolai képzéssel, illetve a fiatal művészek, induló művészek helyzetével foglalkozó összeállítás. Úgy gondoltuk, hogy ez jó alkalom most, ez a két szám együtt, hogy egy kicsit személyes keretek között is bemutassuk olvasóinknak, illetve a lap barátainak az összeállításokat. Úgyhogy ezért hívtuk meg két kiváló szakembert, Róka Enikőt, a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusát, és Kozocki barátom, meg a fejem az előbb is a Molinót Repulendónak mondtam, úgyhogy át is adom a szót, és kérem hallgassák őket szeretettel. Inkább hangosan beszélnék, hogy mikrofont használjak, de mégse sikerülne, akkor kérem szóljanak. Tehát én készítettem egy kis forgatókönyvet erre az egész beszélgetésre, és azt gondoltam, hogy először is nagyon röviden ismertetném a lapszámnak a szerkezetét, és utána bizonyos probléma körökkel kapcsolatban kérdéseket tennék fel Pataki Gábornak, aki ezt az egész számot szerkesztette. Na most a számnak a szerkezete az nagyon jól tükrözi azokat a probléma gócokat, amik abban az esetben felmerülnek, hogyha valaki a világháború, első világháború és a képzőművészet kapcsolatát vizsgálja. Az első fejezet az ábránd és kiábrándulás, a második a frontfogság hátország címet viseli, a harmadik pedig a háború emlékezete című fejezet. Az első rész, tehát ez az ábránd és kiábrándulás, ez egy nagyon alapvető és központi problémáját járja körül ennek a témának. Vagyis, hogy az értelmiségiek és azon belül a képzőművészek milyen módon viszonyultak a háborúhoz, és ez a viszonyulás hogyan változott meg a világháború folyamán. Hoztam néhány idézetet, amik nagyon jól tükrözik a háború elején ezt a fajta attitűdöt, megközelítést. Julius Meyer Gräfe mondta ezt 1914-ben, idézem, hogy olyan művésznek ma nincsenek élményei. A tüzes örvénye, nyomorúság és vér, szeretet és szentgyűlölet válnak élményekké. Tehát az alapvetően Meyer Gräfe szerint a kiüresedett művészeti programokat majd a háború tartalommal fogja feltölteni. Ezt a véleményt természetesen többen osztották, és alapvetően a századforduló kultúrkritikai áramlatokból kiindulva a háborútól egyfajta megtisztulást és a művészet megújulását várták. Egy évvel később, 1915-ben Fonagy Béla így nyilatkozott. A világháború borzalmas vérfürdőjéből már mintha egy más, egy új művészet hajnala derengene. Alapvetően a kritikusoknak ez a hozzáállása nagyon hasonlított az írókéhoz, költőkéhez és publicistákéhoz ebben a korszakban, akik abszolút a legmodernebbnek tekintett folyóiratokban is propagálták a háborút,
mint olyan élményt, olyan elementáris élményt, ami fel fogja kelteni az írók képzőművészek kreativitását. Tehát alapvetően a század elején nagyjából így álltak hozzá. Mikor és hogyan következett be ebben a tekintetben a fordulat a későbbiekben? Hát ez nagyon érdekes, mert valóban így volt, egyszerűen mai szemmel, ugye, vagy a mai értékrend alapján tényleg meglepőnek tűnik az az őrült lelkesedés, ami mondhatjuk azt, hogy persze ez egy öngerjesztő folyamat is volt, tehát mindenki tulajdonképpen egyfajta tömegpszichózisként is hatott, de tényleg nem csak erről van szó, hanem arról, hogy nagyon valószínűnek tartom, tehát nagyon úgy néz ki, hogy a boldog békeévek felszín alatt tényleg volt egy csomó olyan válság, ami hirtelen csak egy szikra kellett, és valóban úgy érezte az értelmiség java, hogy jaj, de jó, hogy vége valaminek, szóval ütött az óra, el kell indulni, most valami teljesen más történik. És körülbelül 15-16-ig tart ez az időszak, és akkor, hogy mondjam, a front konkrét élményeinek, a pusztulásnak, az emberi és a méretetlen szenvedésnek a láttán kezd egy kicsit megfordulni ez a dolog, de még mindig, 15-16-ban még mindig valóban, ahogy Enikő is mondta, uralkodik némi ilyen tisztító tűz remény, hogy oké, most szörnyű szenvedés volt, de akkor most ezután minden szép lesz és minden jó. És 16-17-től kezdve viszont azt gondolom, hogy igazából már csak a tényleg elvakult militaristák érezték úgy, hogy ez a háború ez valami borzasztó nagyszerű dolog lenne, és itt ki kell azért emelni, hogy azért voltak már az elején is olyan művészek, olyan avantgárd művészek, például Kassák, aki ugye rögtön az elején azt mondta, hogy nem, ebből nem fog semmi jó kisülni. Ezek van a következő kérdésem, hogy az avantgárd művészek hogyan viszonyultak ehhez a háborúhoz? Hát úgy szerintem, hogy egyrészt ugye kezdetben, ahogy mondtad, ugye például ugye a Franz Marc azt mondja, hogy repes a lelkem, hogy végre háborúba mehetek, és végre valami új kezdődik ebben az életben. Tehát az ő látszólag csendes őzikéi mögött, őzikét ugye legyőzték a egymással harcoló gumolygó formák, amit ugye a 15-ös egyik utolsó képe, mielőtt ugye elesik a verdeni fronton. Szóval azt gondolom, hogy de az avantgárd nagy része viszont inkább ellen, hogy mondjam, nem osztozott ebben a hitben és ebben a reményben, hogy itt valami gyökeresen új és etikai értelemben is magasabb rendű dolog jöhet létre a háború által. Nagyon-nagyon jó elemzést olvashatunk még itt ugye Max Beckmannnak, meg az Otto Dixnek a háborús működéséről, de ugye egy kicsit külön történet, és önmagában is nagyon izgalmas, Mennyánszkinak az esete. Mennyánszki tényleg speciális, szóval azt gondolom, hogy itt ebben a lapszámban Markolya Csillának van egy nagyon szép esszéje, Mednyánszki és Rilke háborús magatartását, vagy a háborúhoz való hozzáállását hasonlítja össze. Azt nagyon jól lehet tudni, ugye, hogy Mednyánszki rögtön az elején jelentkezik haditudósítóna, és mikor le akarják beszélni, illetve el akarják küldeni, hogy már öreg, idős, ugye szakállas bácsika, akkor mindenféle
hogy mondjam, arisztokrata kapcsolatait mozgósítja, hogy mégiscsak tudjon részt venni a haditudósítói munkában, de ő nem egészen, hogy mondjam, nem lelkesedésből, hanem Mednyánszki tulajdonképpen az egész életet tulajdonképpen katasztrófák sorozatának látta. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy régebben is, tehát azt hallotta, hogy kitört az Etna, rögtön elutazott Olaszországba. Ha azt hallotta, hogy valahogy kiáradt a folyó, és nem tudom én, elmosott hány falut, odautazott. Nem voajőrködésből, hanem valamiképpen át szerette volna élni azt a katasztrófák és megújulások sorozatából álló létformát, amit ő tulajdonképpen, ami igazából az ő művészetét inspirálta, és tulajdonképpen ekként tekintett a háborúra is. Nem véletlen, hogy habozás nélkül az elsők között ábrázolt adott esetben a háború szörnyűségeit is, mert talán itt még lesz róla szó, hogy ugye 15-16-ban kezdetben a háború valamiféle dicsőséges, szép, nemes, férfias dolognak ábrázoltatik. Ő azonban már ugye a harctéren rothadó, az Enyészet című képében rothadó katonákat ismerte ábrázolni. Tehát ő tulajdonképpen teljesen más okból került a háborúba. Ő az, aki ugye pont nem azt festette meg, ami a hivatalos elvárásoknak megfelelt volna. És itt szerintem át is térhetünk a következő fejezetre, ami ugye a frontfogság, hátország témájával foglalkozik. És ugye aminek a hátterében valójában az áll, hogy mint ugye az első fejezet kapcsán megbeszéltekről kiderül, igenis a művészek nagyon lelkesen vetették bele magukat a háborúba, és élményeket kívántak szerezni, ahogyan ezt a kritikusok elvárták tőlük. Most milyen módon tudtak részt venni a háborúban? Ennek alapvető kétféle lehetősége volt. Az egyik vagy bevonultak önkéntesként, a másik vagy a KOK hadsereg sajtóvadiszállásának a tagjaiként elutazhattak a frontra. Na most a kétféle megközelítés az markánsan más, illetve kétféle élményanyag, amiből ezek után a művészek dolgozhattak, hiszen ugye például nagyon sokan tudjuk, hogy megsebesültek, jó néhányan meg is hajtak a frontok, a besorozott katonák, de talán a legismertebb Zábor István, aki egy könyvet is írt erről az élményéről. És ugye a sajtóhadiszálláson viszont ezzel szemben viszont nagyon is biztonságban voltak a képzőművészek, viszont egy markánsan meghatározott értékrendszernek és elvárásrendszernek kellett megfelelni. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a sajtóhadiszállás, ugye azért a művészek többsége a sajtóhadiszálláson volt, és úgy tűnik, hogy igazán ők soha nem láthattak valódi harci cselekményt. Nem lehetnek ennek a tanulni, vagy azt látták, ami a csatát megelőzte, vagy a csata utáni pusztítást, az elnémult csatatereket, a halottakat, a szétbombázott házakat, amit ugye a nemzetközi szakirodalomban megcsonkított természetnek hívnak, a szétlőtt fákat, stb. És ezeket tudták ábrázolni. Na most ugye a sajtóhadiszállás festőinek a háttérben tartása, illetőleg az, hogy igazán nem vehettek részt ezekben az eseményekben, ennek egy tudatos stratégia volt az oka, hiszen nem akarták azt, hogy ezek a bizonyos információk olyan helyre is eljussanak, ahova nem kéne, illetőleg csak olyan esetben engedték közel őket, amikor már tudták, hogy az osztrák-magyar haderő győzelmet fog aratni. Tehát nagyjából ez volt az egésznek a háttere, hogy hogyan vehettek részt a fronton a művészek. Az viszont nagyon érdekes, és így visszakanyarodok Zábor Istvánhoz, hogy ő hogyan írja le az elvárásrendszert, aminek a művészeknek meg kell felelni, és itt jön egy idézet.
azt mondja, hogy Zádor István először a szerb déli határon volt besorozottatóra, megsebesült és úgy került a sajtóhadiszálláshoz. Tehát ő az, aki ilyen szempontból ilyen two-in-one, tehát hogy mind a két szerepet végigcsinálta a háború alatt, és mondom, egy hosszú visszaemlékezést is írt a háborús évekről. Így ír erről, nekünk a sajtóhadiszállás tagjainak kerülnünk kellett kiállításainkon a háború borzalmainak a bemutatását. Vérükben fetrengő sebesülteket, halomszámra heverő hullákat ábrázoló képek nem voltak alkalmasak a háború glorifikálására. Na most igazán az az érdekes ebben, hogy ez volt tehát eléggé nyilvánvalóan expressis verbis jelenlevő elvárás, és ezt az elvárást nem csak azok feleltek meg, akik a sajtóhadiszálláson részt vettek, hanem azok is, akik magában a háborús eseményekben jelen voltak. Tehát minthogyha működött volna egy ilyen cenzúra, öncenzúra mechanizmus, és csak jóval később a háború után, mint egy az eseményeket megemlékezve tudták volna feldolgozni ezt az élményt. Hát ennek vannak ugye egyetemes analógiái is. Igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit most Enikő elmondott, mert ha megnézzük igazából a magyar képzőművészetben 18-19-ig a itt említett Megnyász kivételével és egy-két elszórt példa kivételével, valóban nem találunk igazából a háború valódi borzalmait bemutató képeket, még 17-18-ban sem. Ellentétben mondjuk a németekkel, itt ugye Pészabó Ernő írt egy nagyon érdekes cikket Dixnek és Max Beckmann háborús éveinek a németországi bemutatójáról. Ugye a német művészetben ezek a figurák 17-18 táján határozottan szembefordulnak a háború militarista értelmezésével, és hát mint Dix vagy Grósz esetében borzasztó keményen, gúnyosan, tényleg nem csak háború kritikusan, de társadalom kritikai attitűddel is ábrázolják ugye a háborút. Magyarországon ez nincs. Magyarországon azt hiszem, hogy Enikőnek van egy jó kifejezése, egy ilyen spét reakció történik, igazából csak a 20-as évek közepén, tehát jó pár évvel a konkrét élmények után kerül újra a fókuszba egy csomó művésznél a háború. A legismertebb példa aztán Derkovics, aki ugye szintén ugye a 20-as évek második felében készíti a nagy háborús sorozatait, a menekülőket, stb. Vagy ott van a kitűnő felvidéki mester Jaszus Antal, aki szintén ugyanekkor Ruzicskai György, és még sorolhatnánk a példát. Tehát valahol, hogy mondjam, később érik meg ez az élmény, és akkor is egy kicsit másképp, szóval kicsit egy ilyen, a háború egy ilyen szimbolikus gonosz lesz, tehát tulajdonképpen ugye a Dürertől induló, és mondjuk a Böcklin, Robbs féle szecesszió szimbolikának a továbbélése jelentkezik, ugye a háború, mint halál, a háború, mint az apokalipszis lovasa, a háború, mint valami molok, valami elvon szörnyetek, ami ugye felfalja az emberiséget. Ez a szimbolista megközelítés érvényesült, például Vasarinak jó néhány ügyen, van ez a háború trombitál című grafikája, vagy ami talán kevéssé ismert, a Helbing Ferencnek van egy parafrázisa, ugye a Dürernek van egy Böcklin parafrázis, valószínűleg a Böcklin után csinált egy részmetszetet a Helbing, ami pont ezt példázza, amiről Gábor beszél. De nekem számomra ennek az egész korszaknak az egyik legizgalmasabb figurája az a Célcer Gyula, aki csinált, ugye 32-ben már ugye egy katasztrófa árnyékában készített el a Gáz című litográfiai sorozatát, amiben pont ez a századfordulós szimbolista világ és a német verizmusnak a hatása valahogy együtt érzékelhető, és szerintem egészen egyedülálló a magyar anyagban, és pont a háborúnak ezt a hihetetlen brutalitását ilyen nagyon expresszíven fejezi ki
és nagyon, egy nagyon különleges grafikai világ arra, ami talán tényleg kevésbé ismert. Nem reklámként mondom, de Enikő a rendezője annak a kiállításnak, ami október 4-én fog nyílni Balatonfüreden a Vasari villában, és a Magyar Nemzeti Galéria anyagából pontosan ezeket az első világháborús korszakot mutatja majd be, úgyhogy akinek módja lesz rá, szerintem nézze meg. Ez egy jó reklám volt, köszönöm. De ott mi azért megállunk a valóban első világháborús dolgoknál, tehát valójában a 20-as évekre nem lesz mód, illetőleg lesz egy kitekintés majd a két világháború közötti monumentumokra, illetve lesz egy kiskortárs szekció, de ez egy két szintet kiállítható, tehát nem lehet mindent, amit ez a téma felvetne, mert valóban óriási. Óriási nagy. De azt hiszem, hogy pont a szimbolizmusnál lehetne arra a tanulmányra rátérni, amit a lapszámban megjelent, a háború női szemmel, hiszen ugye ott több művész is éppen ezt a szimbolista világot elemezte meg a háború kapcsán. Hát igen, itt ül egyébként mellettünk Bordács Andrea, aki ennek a cikknek egyébként a szerzője, de valóban borzasztó izgalmas, mert tulajdonképpen egyrészt eléggé ismeretlen, vagy legalábbis kevéssé ismert művészekkel foglalkozott, talán mondjuk a legismertebb a Kövesházi Kalmár, ez akinek ugye a szobrászata, illetve a mozdulatművészeti tevékenysége ugye közismertebb, de Andrea itt ebben a cikkben a borzasztó izgalmas a háború alatt készült és a hátországban készült, vagy kórházakban különböző kiketelepek hadikórházakban készült fotókból válogat és mutat be példákat, de még érdekesebb talán Bicó Ilona és Széchenyi Emília, gondolom olyan sokan nem ismerik ezeket a neveket, példája. Széchenyi Emília azon ritka kivételek egyik, akit előbb említettem, aki tulajdonképpen már ebben az időszakban megpróbálja, igaz, hogy egy ilyen gyönyörű tájjal kontrasztba alkotva a pusztulást ábrázolni. Bicó Ilona viszont egy ilyen a már előbb említett szimbolista, szecessziós technikát, illetve motivumrendszert használva csinál borzasztó izgalmas, azt kell mondanom, hogy háború ellenes grafikákat. Nagyon érdekes példák ezek tényleg, és aztán nagyon kevés ismertek voltak. Szerintetek ezek a csatát kérdés, hogy kicsit most ki beszélek ebből az eddigi diskurzusból, hogy lehet ezekre rábukkanni, mert teljesen ismeretlen, majdnem ismeretlen pályák. Tehát mikor felmerült, hogy én gondolkozzak valamilyen témában, egyrészt van egy történész végzettségem, és olyan érdekelt, ami nem ilyen evidencia, meg úgy foglalkoztam ilyen női művészekkel, és hogy vajon a női művészek hogyan reflektáltak, és tulajdonképpen ez a női művész vonalon kezdtem el megnézni, ki az, akinek egyáltalán bármilyen volt a reflexiója van az első világháborúra. Ugye, ami evidensnek tűnt, hogy a Kövesházi Kalmár Elza akkor már volt azért egy komolyabb életműve, de ő meg elment ápolónőnek, tehát ilyen szempontból ő ebből a aspektusból, tehát ő akkor nem csinált szobrokat, hanem ezt az élményeket jó részt később, és ő fotózott. És akkor így jutottam el a női művészek kapcsán ehhez a hölgyhöz. És nekem a Bicó Ilona az egy ilyen nagy szerelem lett meg tényleg, hogy egy annyira izgalmas formanyelv, és hogy ez valahogy mindig se volt nálunk. Ezek, tehát annyiban tényleg kicsit később, hogy 22-ben csinálta ő ezeket a és azt hiszem ez Gödöllön, amit ki is volt állítva. És a jó része ott Szombathely környékén volt elég sok ilyen női művész, ott meg abban amúgy is van mindenfajta érdekeltségem, ott dolgozom. Tehát nekem, számomra ez volt nagyon izgalmas. A Széchenyi Emiliánál meg pont ez a ambivalencia, hogy a háború, hogy ott egy halott katona,
és a természetnek ez a gyöngét közönye, ami kék ragyog az ég, és akkor ott a húza virágzik, tehát hogy amit megy tovább az élet, közben ott van a húza. Tehát egyáltalán nem egy, vagy éppen talán pont a tör dráma, egy kicsit, hogy megy tovább. Úgyhogy ez nekem is, én nem voltam benne biztos, hogy mire találó, de ez mondjuk egy ilyen kutató munkát is jelentett. És milyen lehetőségei voltak azoknak, akik fogságtást? Tehát milyen lehetőségei és élmények, mert az megint egy teljesen külön probléma. Abszolút külön probléma. Most, hogy mondjam, azt lehet mondani nagyon durván, hogy aki orosz hadi fogságba esett, annak gyakorlatilag semmi lehetősége volt, nem volt. Tehát igazából nem nagyon ismerünk orosz hadifogságban született magyar képzőművészeti munkákat, tehát valószínű, hogy egyrészt az ottani szituáció, másrészt meg a kicsit viharosabb történelem egyszerűen lehetetlenné tette ezeknek a megszületését. Viszont akik például Franciaországban estek fogságba, ha nehezebben is és lassabban is, mert ugye kezdetben ugye 15-ben ugye hát a fekete kuncaladárféle, fekete kolostor szindróma révén ugye elzárt őket a világtól, és semmit nem csináltak, de a, hogy mondjam, a 16-17 táján azért módosult a helyzet, és bizonyos francia fogolytáborokban már mód nyílt arra, hogy egy művészek szobrokat csináljanak, rajzoljanak, grafikákat, netán színházi előadásokat készítsenek, amihez plakátokat. Tehát itt a Kópocsi Annának van egy nagyon-nagyon izgalmas tanulmánya erről. Oroszországban volt például hadifogoly, Gallé Tibor, aki nagyon jó kezű grafikus volt, és ő is, amikor a 20-as években hazajött, akkor készítette el a fogságról szóló limonometszeteit. Tehát mi nem ismerünk tőle olyat, ami ott készült volna, hanem megint csak picit eltávolodva az élménytől születtek meg ezek a lapok az életében is. Jó, és hát a harmadik téma pedig a lapszámban a háború emlékezete, de mondhatnánk inkább azt, hogy talán hogy a tárgyak emlékezete. Igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert hát elő említetted itt a nem sokára megnyíló kiállítást. Tulajdonképpen a úgynevezett kortárs művészetben aránylag kis szerepet játszott az első világháború. Van egy pár nagyon remek és ismert példa, ugye a Pajzs Lászlónak ugye a Trónörökös párt meggyilkolták című objektje, vagy Kéri Ádámnak ugye a tábori levelező lapjai, Lachnernak ugye a orosz hadifoglyokat ábrázoló műve, Rutkai Péternek ugye a tárgy kollázsai, de igazából ez egy kicsit ugye távol volt a kortárs művészettől, mint probléma aránylag ritkán foglalkoztatta őket. Tulajdonképpen egészen addig, egészen mostanáig azt kell, hogy mondjam, amikor, ez most nagyon rossz szó, hogy nosztalgia, de valamiképp rájöttek az emberek arra, azt gondolom, hogy ezek a tárgyak, amikkel például azok a katonaemlékek, amelyek ugye a fronton fogságban, lövészárkokban levő katonák, ugye töltényhüvelyekből, strapnelekből, nem tudom miből fabrikáltak maguknak, vagy azok a megsárgult tábori levelezőlapok, ezek hirtelen kezdenek személyessé válni. Szóval, hogy mondjam, mindenkinek van egy nagypapája, vagy valamiféle olyan rokona, aki valamilyen módon azért tényleg érintett volt ebben, és azt hiszem, hogy például a látványtárnak a most Diszelben megint kiállítása pontosan erről szól, pontosan ezt a fajta kollektív élményt próbálja valamilyen módon felidézni. Igen, és a
egész szekciót, tulajdonképpen a lapban ez a látványtáron szóló cikk zárja. Én csak egy mondatot zárszóként hadd fűzzek hozzá ez az emlékezet problémához, hogy nyilván egyrészt van egy csomó szubjektív élmény, családi relikvia, amiket ugye a kortárs művészek felhasználnak, vagy akár a vörösvári gyűjteményben kiállítási tárgy bemutatásra kerül, de azért ez nem független az emlékezetről szóló diskurzusról, ami azért most már 10 éve legalább mondjuk Magyarországon is ennek az alapszövegei olvashatóak, és ugye itt azért nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ugye az Aszmann-féle elmélet szerint a kommunikatív és a kulturális emlékezet között pont egy ilyen kb. 70 év telik el, és pont ennek a határán vagyunk az első világháború esetében, vagyis ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag már nem élnek azok, akik emlékezhetnének, és itt váltja fel ugye a kulturális emlékezet, a kommunikatív emlékezetet, amikor bizonyos institucionálódott dolgok veszik át a szerepet, és itt jön be az egész Pierre Nora féle elmélet az emlékezett helyekről. Tehát én azt gondolom, hogy a kortárs művészet valamilyen módon efelé fordul, ez nagyon szorosan összefügg ezzel a teoretikus háttérről, de el is. Tökéletesek. De ez tényleg egy nagyon fontos. Ami azért szerintem most már a közbeszéd részét is képez. Szerintem... Akkor szerintem ennyi, és akkor szerintem még itt türelmetlenül. Akkor a szeptemberi számról. A szeptemberi számban a vizuális felsőoktatással, illetve a művészeti felsőoktatással foglalkoznak. Ez már hagyomány lett, hogy a képzőket egyetem diplomázóinak kiállításáról cikket jelennek meg. Most ez némileg megváltozott, mert egy cikk helyett egy egész blokk került a lapba, aminek én nagyon örülök, bevallom, és szeretném mindjárt Andrát megkérdezni, hogy mi indokolta azt, hogy nem csak egy cikkről van szó, nem többről. Eddig sem egy cikk volt, hanem minden egyes szakról voltak külön cikkek, és bemutatta kis képekkel a végzősöket. Ezt úgy találtuk most, hogy nem igazán olvasó barát. Tehát a végzősöknek ez persze egy kiváló alkalom, de aki ebben nem érintett, talán annak számára nem annyira izgalmas és nagyon nagy terjedelmet viszel. Másrészt olyan szempontból meg szerencsésnek is tartottam, hogy nem ez a forma van, ugyanis azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban a Magyar Képzőművészeti Egyetem ugyan még maximálisan kiemelt szerepet tölt a művészképzésben, de közben felnőtt egy csomó más olyan intézmény a vele párhuzamosan, ahol nagyon komoly képzés folyik, lehet, hogy nem ilyen átfogó mértékben, és hogyha ne az legyen, hogy csak mondjuk ugye a Képzőművészeti Egyetemnek az egyes szakjait mutatjuk be, és akkor elvétve esetlegesen más intézményekből, és akkor gondoltam, hogy legyen egy ilyen kerekasztal beszélgetés a különböző olyan egyetemekről, főiskolákról, ahol elég komoly vizuális, vagy igen, ilyen vizuális művészeti képzés folyik, és hogy ez ne csak így a leírt formában jelenjen be, így magunknak beszélgessünk, hogy legyen egy esemény is, amin ez nyilvánosan elhangzik, és akkor hát mi ez az esemény, és akkor már tudjuk, hogy mikor lesz a Best of diploma kiállítás a Képzőművészeti Egyetemen, és annak a keretében. Tehát az itt olvasható beszélgetés egy ilyen szerkesztett változat, mert különben nagyon érdekes volt az is, amit utána a nézői jelenleg és volt hallgatóknak a hozzászólásai, meg az ottani többi oktató is észrevételt. Tehát az, hogy nagyon sok, vagy több helyen is folyik elég komoly kutatás, és lehet, hogy vannak, ahol a grafikai nagyon erős, vagy éppen mondjuk a tájművészeti, de hát hogy nem csak a képzőművészeti egyetem. Gyorsan elsorolnám azért, hogy mik ezek az intézmények. Tehát a Budapesti Képzőművészeti Egyetem nevez, a Moholi Nagyművészeti Egyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti Intézete, az EGRI tanárképző, illetve az intézetben a művészeti szak, akkor a Pécsi Tudományegyetemnek a művészeti intézete, és kihagytam a
Mondjuk tulajdonképpen Szegeden is fogunk, csak aztán a Roskonon tudok eljönni, meg Kaposváron. Meg Kaposváron. Hát ezek vettek részt a beszélgetés, illetve ezekről az egyetemekről vettek részt tanárok a beszélgetésben. És én nagyon érdekesnek találtam, és sajnáltam azt, hogy ez egy szerkesztett változat, mert mondjuk nem tudtam meg, hogy mi az, ami esetleg kimaradt, említettem a hozzászólásokat, de hát nyilván terjedelmi okokból ez lehetetlen lett, hogy egy teljes szöveget leadni. Minden esetre megpróbáltam átnézni, hogy mik azok a fő problémakörök, amiket említenek, mert hogy arról szól, hogy a jelenlegi helyzete a vizuális művészeti oktatásnak Magyarországon, és akkor mindjárt elsőként Kósa János volt, ő moderálta, vagy? Igen. Kósa János vezette be, és ő mindjárt az elején azzal kezdte, hogy nekik gyakran gondot okoz a motiváció. Ami hát eléggé érdekes, hogy egy művészeti egyetemen, ahol azért megy valaki, mert művész akar lenni, hogy milyen gondot okozhat a motiváció. Na erre a többiek azonnal válaszoltak is, és az derült ki, hogy azok az egyetemek, ahol 3 plusz 2-es képzés van, tehát nem osztatlan a képzés, mint a Pécsi és a Budapesti Képzőművészeti Egyetemen, ott ezt nem találják igazából problémának, és akkor mindjárt megkérném, hogy az olvasó sem biztos, hogy fogja tudni, hogy mi az, hogy osztatlan és 3 plusz 2-es képzés. Az osztatlan képzés, amikor 5 évig tanul valaki mondjuk festőnek vagy grafikusnak, ez megmaradt a Képzőművészeti Egyetemen és Pécset, és a többi intézményben, hát ugye a MOL Művészeti Egyetemen is, ahogy általában a magyar felsőoktatás számos területén, van egy 3 éves bachelor, egy ilyen alapképzés, és abból az alapképzés után lehet több irányba elmenni, és ez a mesterképzés, így áll össze ez az 5 év. Nyilván vannak olyan szakmák, ahol ezt nem lehet megtenni. Mondjuk a Moholy Nagy Egyetem is azért váltott erre a szisztémára, mert ez kompatibilis a nemzetközi intézményrendszerrel, ahol szintén mindenek sok kritikája van. Én annyiban találom viszonylag jónak, hogy tulajdonképpen olyan, mint hogy akkor szakosodik valaki, és hát egy csomó dolgot úgy nem tud lehet, hogy rögtön az elején eldönteni. Emellett megjelent mellette megint a tanárképzés, osztatlan tanárképzés, tehát akik 5 évig ilyen vizuális tanárok lesznek, tehát a különböző kézművés, képi ábrázolás, grafika és az egyéb szakok mellett. Erre majd még visszatérünk, mert ez máshol is előjön, és ez a téma. A másik említett probléma az az Erasmus volt, illetve említették azt, hogy nagyon sok hallgató, azt hiszem talán éppen, hogy úgy jön vissza, hogy mennyivel más a külföldi képzés, ahova mentek vendéghallgatóként, és a itteni tanárok pedig azt tapasztalták, hogy ha ide jön egy Erasmusos, vagy ők maguk is esetleg voltak kint, akkor egyszerűen kaptak egy sarokba egy helyet, hogy ma dolgozzál, és szinte nem szóltak hozzájuk. Na most én a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen 10-1 éven keresztül gyűjtöttem be a hallgatóktól, a feladatuk volt, hogy számoljanak az ottani képzésről. Ezt utána átadtuk az egyetemnek, hogy próbálják ezt hasznosítani, feldolgozni, hát nem tudom, hogy történt-e valami ezekkel. Minden esetre kiderült, hogy igen, a képzések nagyon eltérőek, és nagyon jó lenne tanulni belőle. Tehát nem véletlen az, hogy valaki külföldre megy, akkor nem egyszerűen csak tőkét épít, ismeretségi kört épít magának, és tapasztalatokat szerez, hanem az iskola tanítási módszerről is másféle tapasztalatokat szerezhet, és mindjárt ehhez kapcsolódott a következő hozzászólás, amihez többen is hozzászóltak, az, hogy jó lenne, ha az iskolák meghatároznák pontosabban saját magukat, tehát hogy mi az elképzelésük a képzésről, mi a céljuk, és mi az ő karakterük, mi az, amiben ők mások, mint a többi. Na most ez én úgy gondolom, hogy nagyon is aktuális, és ezt ha nem teszi meg az iskola,
akkor a politika fogja megtenni, és akkor nem biztos, hogy jól járnak. Tehát sokkal jobb, ha az egyetem bebizonyítja, illetve kimutatja azt, hogy igen, én más vagyok, én ebbe és ebbe tudok valamit plusz nyújtani. Na most ezután a tanárképzést nagy fájdalmamra egyetlen egy ember, mellettem ülő Gordács Andrea említette, mint nagyon fontos dolgot, holott a MOMÉN és a Képzőművészeti Egyetemen is folyik tanárképzés, és az EGRIN is, és egyik kolléga se reagált rá, tehát nem mondta azt, hogy igen fontos, pedig én úgy vettem észre, és nem tudom, hogy véletlen vagy szándékos, hogy a ezt követő blokkot, tehát ezt a művészeti felsőoktatást követő blokkot egy több olyan írás is követi, ami pontosan a közönség és a művészet közti szakadék áthidalására tesz kísérleteket. Tehát, hogyha ez egy ilyen nyilvánvaló igény, hogy kikerülnek a művészek az iskolából, és azért kell küzdködjenek, hogy a közönséghez valahogy utat találjanak, akkor netán beláthatnák az egyetemnek, hogy fontos a tanárképzés, hiszen pontosan azok a tanárok fogják a közönséget nevelni, akik esetleg majd utána vevők vagy fogyasztói lesznek. De ez egy kicsit ennek a szakmának is a lobby iránya, hiszen amióta mondjuk a hetente 5-es nevelés óra van minden év folyamon, például ilyen vizuális nevelés óra középiskolában az 4-5 év folyamon már hányban, 2 év folyamon és azt gondolom, hogy erre nem csak azoknak van szüksége, akik művészek lesznek, hanem pont olyanoknak, hogy aki asztalos lesz, fodrász lesz, egyáltalán az, hogy ízlés, meg vizuális nevelés, és hogy el tudjanak, tehát önmaguk, mint egy múzeumban művészet fogyasztók tudjanak lenni, tehát pont, hogy nem a szakmabeliek meg feltétlenül, mert azok úgy is csinálják, és hogy ez szerintem még ezt komolyabban kéne lenni. Igen, ez nagyon egyetértek vele. Akkor előkerült még az a probléma is, többen ezt említették, hogy az ő egyetemükön fontosnak tartják a self-managementet, tehát tanítják azt is, hogy megpróbálják fölkészíteni a hallgatóikat arra, hogy tudják a saját érdekeiket képviselni, hogy menedzselni tudják a munkájukat, hogy meg tudjanak írni egy pályázatot, tudjanak beszélni a munkájukról. Na most visszatérve a lobbira. Sajnos ez köztudott, hogy a művész tanárok, adott esetben a rajztanárok nagyon rossz tudják a saját érdekeiket képviselni. Többnyire sarokba húzódó alkotó művészek, szabadidejükben, ha lehet, festenek, bemennek a tanterembe, ott is a művészettel foglalkoznak, és nem igazán jók az saját érdekeik képviseletében. Ezért fordul elő, hogy nagyon sok rajzterem például a pincében van. Egyszerűen botrányos, ott is, ahol gyönyörű nagy termek vannak, például a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban, ahol 5 méteres belmagasságú csodálatos termek vannak, a rajztermet levették a pincébe. És ez nem egyedül van, tehát sok ilyet hallottam. Na most miért van ez? Hát egy tornatanár próbáljanak a pincébe rakni, tehát az tudja, hogy velük ezt nem lehetne megcsinálni. Na most erről például vita volt azért, illetve volt, aki megemlítette, hogy hát ő meg azt tartja jobbnak, hogyha az egyetemi idő alatt a művészetre koncentrál az illető, és nem arra készül már is, hogy majd az életben milyen jól fogja menedzselni magát. Hát ez is egy megfontolandó. Hát de pályázni akkor is meg kell tanulniuk. Tehát hogy egyszerűen, hogyha alkotni akarnak, hogy el tudja mondani, mit akar csinálni, miért és hol, tehát azért az nem olyan nagy, tehát nem minden nap ezzel kell foglalkozni, hanem egyáltalán valamilyen szinten ebben rutinja legyen. Tehát ezt már nem nagyon lehet megtenni. Érdekes összefüggés, a Móli Nagy Egyetemen megfigyeltem, hogy ott a diplomázóknak prezentációt kell tartani a diplomamunkájukról, kiállnak, vetítenek és elmondják szóban, hogy mi volt a szándékuk, hogyan oldották ezt a problémát meg, és azt vettük észre, hogy a tanárképzősök például sokkal jobban tudták ezt előadni, mert hogy nekik eleve nagyobb gyakorlatuk van abban a tanítási gyakorlatok során, hogy egy nagyobb közönség elé kiállva el tudjanak mondani valamit. Ez csak még visszakapcsolok a tanárképzésre. Akkor volt még egy megjegyzés vidékiek részéről, például a Pécsi Egyetemről, hogy nagy gondot okoz, hogy nagyon pestcentrikus Magyarország, tehát fővároscentrikus, és hogy a diákok szegények.
Tehát nem tudták megfizetni a vonatjegyet, hogy följöjjenek Budapestre megnézni egy kiállítást. Még ez nyugaton általában nem probléma, hogy valami fővárosban van vagy nem. Tehát nincs jelentőség, hogy milyen városban van ez az adott intézmény, ahol tanul. Nálunk még mindig nagyon fontos. Erre megjegyezte azt hiszem, hogy talán Kósa János, igen, hogy milyen jó lesz, mert jön a sok kínai az egyetemükre tanulni, és azok majd hozzák a pénzt, és akkor ez valamit lendít. És akkor ugye jött a válasz rá, csak tőled, hogy sajnos mi, amióta a Magyar Akkreditációs Bizottság a nemzetközi tagságát fölfüggesztették, mivel állami felügyelet alá került, tehát nem egy önálló szakmai intézet, ettől kezdve nem fogadják el külföldön a magyar diplomát. És ez borzalmas sérvágás, tehát például orvosi egyetemnek, ahol rengeteg külföldi tanul, akik mind fizetnek, illetve az állam fizet. Ez a sok kínai, aki jönne ide, meg fogja gondolni, hogy ha a diplomája sehol máshogy nem érvényes, hogy akkor érdemes-e neki ide járni. Bár mondjuk pont a művészet területén a diplomának nincs olyan nagy jelentősége. Annyira nem örült a Kósa, inkább aggódott, hova fogják elhelyezni őket. Ja, igen. Ja, hát igen, hogy hová helyezik el a sok embert, akik pluszba kapnak. Na, ez a beszélgetés volt igazából a felütésem a blokkhoz, és akkor még röviden ismertetném, hogy mik voltak. Volt egy írás a Best of Diploma kiállításról, ami hát igazából a válogatás válogatása volt, mert hogy a Best of Diploma, mint műfaj, hát eléggé érdekes, mert hogy nem kellőképpen informatív szerintem. Egy dolgot tudunk meg belőle, hogy az az intézmény, adott esetben a Képzőművészeti Egyetemnek mi az értékítélete, tehát hogy mit tart jónak. Ez az egyik. A másik, hogy kiderült belőle, hogy nagyon mereven ragaszkodnak a régi 19. századi struktúrához, ahhoz, hogy van festőtanszék, szobrásztanszék, grafika, és kizárólag a festő fest, a grafikus grafikát csinál, véletlenül se fordulhatott elő, hogy valaki például egy installációval diplomázik. Mert azt hova sorolják, olyan tanszék nincsen. Tehát ez derült ki számomra ebből a cikkből, és hát nem tudott más szegény cikkírót csinálni, mint hogy leírta a kiállított munkákat, de nem tudott ő se találni összefüggést, hogy valamilyen. Azt azért megjegyzem, lennének, hogy a Best of Diplomának a munkái, az nem az egyetemnek az oktatói, hanem a mindig van két hívják ilyen külső bíráló, tehát és ők választják ki arról a tanszékről. Hát ezt például nem tudtam, ez a kiállításon nem derült, ugye elmegyünk megnézni a kiállítást, így nincs információ erről. Ki van írva, hogy Best of Diploma, és akkor én azt gondolom, hogy az egyetem megmutatja a legjobb munkáit, mert ez úgy evidens lenne. Ez szimpatikus egyébként, de jó lett, ha ott lenne, hogy kiknek az ítélete szerint ez a legjobb. Ott lenne a név, mondjuk. Amúgy különben én ezt úgy régóta kicsit hiányolom. Nyilván szervezés, logisztika szempontjából lehet, hogy nem nagyon megoldható, hogy mivel szerintem a kortárs művészetnek azért majd jellemzője, hogy nem médium fixál, tehát hogy egy alkotó a különböző médiumok között lehet, hogy valamikor alapvetően festeni tanul, de aztán grafikákat készít meg, plasztikát, hogy arra nincs lehetőség, máskor se, hogy mondjuk az is felvehetne olyan órákat és tanulhatna mondjuk részkarcot, aki különben eredetileg nem grafikus. Mert később úgyis ezekbe belefut, és a többi médiumban nyilván más módon kell neki, mint aki alapvetően olyan. Igen, hát én nekem most nem tisztem, hogy kritizáljam akár a cikkeket, vagy akár a Képzőművészeti Egyetemnek ezt, de ez a kérdését. De az, hogyha tanulnának abból, hogy hogy megy külföldön, akkor megtudnák például, hogy Hollandiába elmegy valaki, és ott a grafika, a fotó, azok műhelyek, ahova van belépője mindenkinek, egy mágneskártya, és ha a festőnek olyanja van, hogy ő most heggeszteni akar, akkor bemegy a heggesztő műhelybe, vagy fotós laborba, és akkor ott kap technikai segítséget ahhoz. És nem pedig az van, hogy életed végéig, fiam, te grafikus leszel, mert azon a tanszéken végeztél. Ez egy teljesen abszurd dolog, és akkor a Rembrandtot melyik tanszékre rakjuk? A grafikára vagy a festőre?
Na mindegy, de mondom, most nem erről beszélünk, hanem arról, hogy mi derülnek ki ugye ezekből a írásokból. Akkor hát ebből például az utolsó mondata nagyon jellemző a cikkírónak, azt mondja, hogy mindegyikük nagy műgonddal látta el feladatát, ez a mondjuk a restaurátorok kapcsán, de hát nyilván a festőszobrász egyebekre is ez áll. Tehát nyilván, hogy itt a jókat válogatták ki, például nagyon érdekes lenne megnézni az összes diplomát egyszer. Úgy titokban, nyilván nem nagy közönségnek, de ugye a szakmának, hogy lássuk, hogy is milyen az, amelyik nem best. Hogy akkor látnánk az igazságot. Nagyon informatív és izgalmas, odaadnám minden most végzősnek, Csatlós Juditnak a pályakezdők lehetőségeiről. Ez egy kis könyvet kellene neki ebből szerkeszteni. Én is újdonságokat is tudtam meg belőle, és szerintem abszolút szüksége lenne minden végzősnek arra, hogy megtudja, hogy milyen pályázatok vannak, milyen rezidencia programok vannak, milyen díjakra lehet pályázni, stb. Tehát ez egy nagyon informatív cikk volt, és hallatlanul izgalmas volt Nemesi Attilának a projektje, amit a Erzbeskütnön támogatja, egy független képzőművészeti tanszék, és egy kis frusztráció volt csak bennem, hogy nem pontosan tudom, hogy hogy működik, erről tudnám mondani, hiszen nálatok is voltak. Az Attila kitalált egy olyan projektet, hogy kortárs képzőművészetet az ő szándékai szerint elsősorban nem művészeti egyetemekre, de oda is. Tehát felvetik ezt a lehetőséget, és hol van rá erre fogadó készség. A helyhez, mármint az intézményhez, a városhoz illeszkedő projektekkel készülnek. Ez gyakorlatilag úgy áll, hogy mindig van. Hát az Attila beszél az egész, hogy mi ez a független képzőművészeti tanszék, és van két előadója, egyik nap ők beszélnek ilyen nagyon aktuális és többnyire nemzetközi kérdésekről, a művészet, amikor nálunk voltak ott például a művészet helyszíneiről, tehát hogy ne csak a múzeumokban meg kiállító terekben tudjunk gondolkodni, hanem milyen interaktív helyszínek vannak, és másnap, tehát jön két előadó és egy művész, aki a második nap csinál ilyen, bemutatkozik ő, mint alkotó, és akkor az ő aktuális projektjében egy ilyen workshopot az ottani hallgatókkal, de mondom, voltak szociológusoknál, irodalom tanszéken, és nálunk a magyarság sztereotípiák volt a téma, mert a Keserű Zsolt, aki jött alkotó művész, ő ugye azzal foglalkozik, hogy a magyar történelmet a különböző országok történelem könyvében, tehát Magyarország hogyan szerepel. És ebből neki van egy hatalmas gyűjteménye, az összes európai országé megvan, talán ilyen távol-keleti, meg bizonyos afrikai országot így hiányzik. Tehát akik így a magyar történelem tanulmányok során előfordulnak, hogy ők az ő tankönyveikben hogy jelenik meg Magyarország, és mondjuk egy csomó ilyen meglepő történetet mondott, mert például mondta, hogy a román tankönyvekben mennyire korrektül és viszonylag objektíven egyáltalán nincs egy ilyen ellenséges hang. Na, és akkor ő ezzel foglalkozik, meg ugye fordítják le ezeket a tankönyveket, és a hallgatóknak is ezekre a magyarság sztereotípiákra kellett valami kis objekteket és munkákat csinálni. És ennek az volt az érdekesség, a Pécsett, amikor volt ez a privát nacionalizmus. Igen, ez a privát nacionalizmus, köszönöm. Kiállítás, és akkor a Keserű Zsolt például vitt ezekből a munkákból is, ugye az projektjének a részeként. De hát van, ahol teljesen ilyen szociológiai kérdéseket beszélgetünk. Jó, köszönöm szépen. Akkor most már csak nagyon röviden Bukta Imrének van még egy írása a mezőszemerei művésztelepről. Ez egy érdekes téma, még olyan szempontból, hogy a művésztelep, mint intézmény, a művészet oktatásban nagyon régóta beépült, ugye az a furcsasága csak, hogy ez annak idején a plenér festészettel jelent meg, amikor már nem műteremben festünk rájött, hanem kint a helyszínen, és akkor indokolt volt, hogy a művész hallgatók ne csak a műteremben gyakorolják
a festészetet, hanem nyaranta kötelező 3 éven keresztül egy-egy, nem tudom, 2 hetes periódusra kimenni valahová a vidékre. Hát mi annak idején különböző városokban voltunk, aztán Somogyi mesternek sikerült megszervezni a Tihanyi művésztelepet, ami viszont hát egy csodálatos, egy varázslatos hely, aki járt ott, azt tudja. De mindjárt felvetette azt a kérdést, hogy ez nem anakronisztikus-e ma, hogy kimegyünk Lenert festeni, amikor közben a festészet esetleg nem is erről szól, vagy a művészet, amit éppen csinálnak a hallgatók. Ahogy megszületett a Tihanyi művésztelep, mindjárt az első évben probléma volt, ennek tanulja voltam, hogy a hallgatók jelentős része Lenzner portrézott a parttól, és a rögös hosszú útra próbált pénzt szerezni magának, hogy majd a műtermet, ha végzett, akkor valamiből ki tudja fizetni. Akkor ezt megtiltották, akkor már nem lehetett Schnellpotrézni, és akkor jött az, hogy na jó, és akkor mi legyen a program? Itt vagyunk, nagyon szép a Tihanyi belső tó, szép Tihanya, Balaton, minden, és akkor most mindenki balatoni tájképet fog festeni. Tehát magyarán programokat kellett kitalálni. Na most a Bukta Imre azt mondja ugyanúgy, csak racionális okai vannak, hogy ők Mezőszemmerére mentek, mert hogy ott nyilván a hazai pálya nekik könnyebb volt megszervezze, és olcsóbban a hallgatók számára az ott létett. Tehát én meg azt gondolom, hogy ennek sokkal nagyobb jelentősége van, mint csak ez a racionális valami, mert ott szembesülnek a magyar valósággal a hallgatók, és ez a megmerítkezés a való életben szerintem a mai művészetnek ez kellene, hogy a lényege legyen. Most már csak megemlíteném, hogy van még a következő blokkban a falakon kívülben, és nem tudom, hogy ez szándékos volt-e, vagy csak úgy véletlenül jött így össze, 3 cikk is van. Az egyik a Sziget Fesztivál képzőművészeti programjairól, a másik a Fesztivál Sziget, a Városligeti tavon, és aztán Fekete Valinak a pécsi Szabad tér galéria tevékenysége, és ezek mind... Szerkesztjük, hogy... Jó? Tehát akkor... Igen, jó. Igen. De hogy mindegyik nagyon hangsúlyosan és nagyon jól hangsúlyozva, más-más szempontból megközelítve, de ezt a szakadékot próbálja átidalni a közönség és a kortárs művészet között. Hát röviden. Ja, bocsánat, egy nagyon-nagyon nagy hiányérzetem, hogy Kósa János bevezető első szó szerint idézem, az első bevezetőjéből azt, hogy a felsőoktatás komoly strukturális átalakítás előtt áll, amiről valójában nincsenek információink, vagy csak nagyon hézagosak. Most erre senki nem reflektált. Hogy a csodába van az, hogy a ország első számú művészeti intézményének tanszékvezetője csak ilyen legyka szinten hall dolgokat, hogy mi fog történni velük. Úgyhogy, és nem működött. És akkor találgattak, és akkor mondták, hogy Erasmus, meg nincs pénz, meg szóval ilyenekről lehet beszélni, de lehet, hogy valami totálisan más konstrukció lesz, és nincs tudomásuk róla. Annyit még egyet, de hogy ezt tényleg itt aztán zárjuk le, hogy a művésztelep szerintem nem csak arról szólhat, és erre például nagyon jó példa a Péter Ági-nak a Velencei művésztelep, ahol nagyon sok lendátos művet csinálnak, és a Szigeti Csongor mondta nagyon szépen pont a könyv bemutatóján, amire szintén jelent meg recenziónálunk, hogy ő azért szereti a művészteleteket, hogy az ember ott a természetben, hogy nincs semmi eszköze, csak a táj, és hogy ebből a semmiből csináljon valamit. És tulajdonképpen ez szerintem a művészteleknek egy igazi. De ez egy program. Igen, ez egy program, amit a tanároknak ki kell találni, mert amikor én jártam főiskolára, elvittek minket Kőszegre, Sárospatakra, akárhova kaptunk kis pénz strandbelépőre, modellpénzre, amit elittunk este a kocsmába. És magyarán egy marha jó buli volt. De utána erőlködni kellett, hogy összeszedjünk néhány kis akvarelt, hogy le legyen dokumentálva, hogy ott.
Jó, de szerintem ezek sokkal értelmesebbek, ez ahol van egy program, akár a mezőszemerei vagy a lendártos, de ahhoz az kell, hogy azt kitalálják a tanárok, hogy akkor itt ez lesz a program. Szerintem nagyon szeretnek itt bennünket, de az edőben már lejárt, amit hattunk. Úgyhogy az, hogy egy kicsit itt informálisan elbeszélgessünk, az nyilván még a házigazdák nem nézik rossz szemmel, úgyhogy mindenki szívesen látunk egy milyen pogácsára is. Poál ásványvízbe. Nagyon szépen köszönjük a lapszámok bemutatását Tófelnik, Bogoszki Istvánnak, úgyhogy következő nagyobb vállalkozásunk egy erdélyi kortárs magyar művészeti szám lesz, ha sikerül azt is bemutatni, akkor szintén szeretettel várjuk a jelenlegi.